Jó estét kívánok! Köszöntöm a TÓ TV Napvilág című műsorának valamennyi nézőjét. Kérem, tekintsék meg mai hírösszefoglalónk eseményeit röviden. Vasutasztrájk időnként előkerülő vonatokkal. 2,6 milliárd az Agárdi fürdőért. Három helyi népszavazási kezdeményezés Velencén. Turizmus a vizek évében. A gyerekekért báloztak Agárdon. Kiállítás Verespatakért Gárdonyban. Vonatok jönnek, vonatok mennek, vagy nem. A vasút a sztrájk kiszámíthatatlanná tette a vasúti közlekedést. A munkabeszüntetés a gárdonyi és a velencei utazókat is érintette. Hétfőn délelőtt 11 óra előtt érkezett a TÓ TV stábja a gárdonyi vasútállomásra. Akkor néhány utas várakozott vonatra. Hajnali 5 óra óta három vonat indult Székesfehérvár felé, mindegyik a gárdonyi és a velencei állomáson is megállt. Budapest déli pályaudvarra reggel óta 11 menetrend szerinti járat helyett, ez volt a negyedik, amely utasokat szállított, igaz csak néhányat. A vonat azonban úgy, ahogy a többi, csak kelemföldig közlekedett. Most jöttünk le, a buszhoz jöttünk, de azt mondta, aki megy a vonat, és akkor a déli pályaudvarig addig szeretnék menni. Onnan is Algótarjánba busszal, úgyhogy nagyon kritikus a helyzet. Mióta meghallottuk, úgyhogy ezzel szeretnék. Tudtak önnek tájékoztatást adni arra vonatkozóan, hogy mikor érkezik vonat? Nem mondjak, meg nem tudjak, mikor bemegyünk se. Bementünk is, azt nem tudjak, nem is vettem jegyet, csak mikor ma lent van vinnyésem, vagy valahol, akkor szólnak, hogy most jön a vonat. A velencei állomáson 11 óra után néhány perccel senki sem várt vonatra. Információink szerint a legtöbb utas tudott a sztrájkról, és a busz közlekedést választotta. 3 órától a vasutas dolgozók szabad szakszervezet által határozatlan időre megszédetett vasutas sztrájk miatt fehérszállító vonatok közlekedésében vonat elmaradásokra, útvonal rövidülésekre, késésekre lehet számítani. Az okozott kellemetlenségek miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Az információs pultnál sem tudtak ennél több tájékoztatást adni arról, hogy mikor indulnak a vonatok. A sztrájkot a vasúti dolgozók szabad szakszervezete hirdette meg. A szervezet 10%-os béremelést és nettó 250 ezer forintos juttatás kifizetését kéri. A MÁV visszatéríti a kifizetett jegyárakat. Vételi ajánlat érkezett az Agárdi termálfürdőre. Többek között a 2,6 milliárdos ajánlatról is dönteniük kellett a gárdonyi képviselőknek a rendkívüli testületi ülésen. A 2008. évi költségvetés előzetes számítási anyagát tekintették át a képviselők. A mintegy 2,4 milliárd forintos költségvetés ma már csak minimálisan változhat az állami normatívák ismeretében, illetve a tervezett kiadások esetleges kisebb átcsoportosítására van még lehetőség a február 26-ai testületi ülésig, amikor a képviselők előreláthatóan elfogadják a város éves költségvetését. A város önkormányzata értékesítette a Dinnyési Ipari Park területét, és a közművesítés miatt szükségessé vált Dinnyés-Seregélyes összekötő út szélesítésére vonatkozó feladatokat. Gárdony városa terveiben nem szerepelt a nyereségessé vált Agárdi termálfürdő eladása, de a várost egy vállalkozó 2,6 milliárd forintos teljes körű vételi ajánlattal kereste meg. A város választott vezetője a közelmúltban pályáztatás után döntöttek a termálfürdő melletti 4 hektáros erdős területen történő szállodaépítésről és park létesítésről, valamint a fürdő melletti 4000 négyzetméteres részen megvalósuló panzió építéséről. Miután a város elkötelezte magát a két beruházás mellett, már nem is adhatná el a területeket. A képviselők ezért úgy határoztak, hogy az ajánlattevővel ismertetik a tényeket, és ha ennek ellenére továbbra is megvenné a fürdőt, akkor várják az újabb javaslatait, tájékoztatta a Napvilágot Sánta Tibor, a polgármesteri hivatal szervezési és jogi irodájának vezetője. Három helyi népszavazási kezdeményezés sorsa is a képviselők döntésére várt. Ebből kettőt tárgyalt a velencei képviselőtestület a legutóbbi ülésén. Izgalmas témákról tárgyalt a velencei képviselőtestület. Megtárgyalták és elfogadták a város választott vezetői a 2008. évi munkatervet, majd az iskola igazgatóját, Cupan Istvánt hallgatták meg a pedagógiai programról, a Zöldliget általános iskola szervezeti és működési szabályzatáról, házirendjéről és a gyakornoki szabályzatának módosításáról.
Ugyancsak iskolai téma volt az igazgatói álláshely pályázatának kiírása. Erre azért kerül sor, mert idén augusztusban jár le Cupon István 5 évre szóló igazgatói kinevezése. A pályázati kiírás az oktatási közlönyben jelenik majd meg. Módosult a képviselők döntése értelmében a lakásépítéshez, megvásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéshez, felújításhoz igényelhető kamatmentes önkormányzati kölcsönök benyújtási határideje. Az eddigi június 30-ai határidő április 15-ére változott. A tapasztalatok szerint ugyanis az építetőknek nyáron és ősszel van a legnagyobb szükségük a támogatásra. A döntéssel előbbre hozták az elbírálás határidejét is. Változtak idén is a csatorna és vízdíjak. Ezúttal az önkormányzatnak csak a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által megállapított díj tudomásul vételéhez volt joga. A törvény értelmében 2008-ban a Velencei tó térségében egységesen 818 forint lesz a víz és szennyvíz köbmétere, ami összeg már tartalmazza a 97 forintnyi állami támogatást. Két helyi népszavazási kezdeményezésről is tárgyalt a képviselőtestület. Az egyik kezdeményezés a Velenceváros önkormányzata által felvételre tervezett 1 milliárd forintos hitelfelvétele címet viselte, míg a másik a kötvény kibocsátás és fejlesztés tervezéséről megnevezéssel került a testület elé. Mindkét kezdeményezést, mint népszavazásra alkalmatlan kérdést a képviselőtestület elutasította, tájékoztatta a Napvilág szerkesztőségét Szelei Andrea aljegyző. Turisztikai és természeti lehetőségek a vizek évében. Ez volt a címe annak a szakmai tanácskozásnak, amit neves előadók részvételével tartottok Agárdon. A tavaly hagyományteremtő szándékkal Elsvízben megrendezett szezonnyitó tanácskozás folytatásaként rendezték meg a Velencei-tavi Kistérségi Idegenforgalmi Egyesület, a VEKI és a Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság közös szervezésében az idei összejövetelt a térség társadalmi és civil szervezetek részvételével a Nádas étteremben. Tóth István gárdonyi polgármester megnyitója után államtitkárok, idegenforgalmi és sportszakemberek tartottak előadásokat a velencei tavi lehetőségek kiaknázásáról, a térség fejlesztésének, kitörésének lehetséges irányairól. A mai nap hozadéka kell, hogy legyen, hogy a konkrétumokban tudjunk már első lépésben megállapodni, illetve valami olyan első nagy lépést tegyünk, ami miatt az országos megítélés a Velencei tónak egy más pozícióba helyezi, mint ahol most jelenleg tart. A tanácskozáson jelentették be az első Velencei tavi filmfesztivál létrejöttét. A tervek szerint nem csak profik, de amatőrök kis kamerával, vagy akár egy erre alkalmas mobiltelefonnal készített párperces, a Velencei tóról, tó környékről készített kisfilmmel is benevezhetnek a versenyre. Elsőlegesen interneten a velenceitó.com honlapon lehet ezeket a kisfilmeket megtekinteni, illetve a tó környékén nyár folyamán több helyen, étteremben, strandon vetíteni fogjuk ezeket a filmeket, és egy nagy látványos díjátadó gálával fogjuk az egészet lezárni augusztus végén. 417 ezer forint, ennyit mulattak össze a rászoruló gyerekek javára az idei Gárdonyvárosi Jótékonysági Bár résztvevői. Az Agárdon megrendezett bárra 104-en váltottak jegyet. Az idei bál operával kezdődött. Jónás Krisztina és Rezsnyák Róbert operaénekesek a Don Giovanniból énekeltek részleteket. 16. alkalommal szervezték meg Agárdon a jótékonysági bált. Zenével, tánccal, svéd asztalos vacsorával és tombolával várták a vendégeket. Műsorral az Eszter Anna Tánciskola növendékei is készültek.
Az idei esztendőben 104 jegyet adtak el, ami azt jelenti, hogy 417 ezer forintot fordítanak jótékonysági célra. A személyenként 6 ezer forintos belépőből 1500 forint, és a tombola egész bevétele adja a jótékonyságra fordítható összeget. A pénz általános iskolákhoz kerül, a rászoruló tanulók kirándulását támogatja. A jótékonysági bál jókedvűen hajnal 3:30-ig tartott. Verespatak múltja, jelene, jövője címmel nyílt tárlat a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A vándorkiállítás február 8-ig tekinthető meg. Verespatak az erdélyi szigethegység déli részén fekszik, arany, ezüst, réz, ólom és cinklelőhelyek is találhatók ezen a vidéken. Aranyat már a Krisztus előtti első században is bányáztak ezen a területen. 1932-ben 130 kg arany és 38 kg ezüst került ki Verespatak bányáiból. Ezen a lelőhelyen becslések szerint ma 10,6 millió unci arany található, amelynek értéke a jelenlegi árfolyamon mintegy 3 milliárd dollár. Ezért döntött úgy egy kanadai cég, hogy Európa legnagyobb külszínű fejtésű aranybányáját hozza létre a romániai Verespatakon. Egy aranygyűrű elkészítése 20 tonna bánya hulladékot termel. Ahhoz, hogy a több mint 300 tonna nemesfémet kibányásszák, nem csak a környezetet károsítanák meg, hanem egész Verespatakot eltüntetnék a földszínéről szó szerint, hiszen hegyeket, házakat, templomokat és temetőket kell lerombolni az anyagi javakért. Többek között erről szól a Verespatak múltja, jelene és jövője című kiállítás. Ez mindannyiunk számára fontos, nem csak Gárdony és a Velencei tó, hanem valamennyi ember számára. Sajnos már a 24. órában vagyunk, olyan súlyos a környezetszennyezés. Ez a kiállítás pedig nagyon szépen bemutatja azokat a lépcsőfokokat, ahogy elpusztíthatja az ember a természetet, szinte kézzel fogható a pusztulás. Az óriási beruházást 15 évre tervezik, ennél hosszabb ideig munkahelyet sem biztosítana. A bánya lezárta után viszont örökre megmaradna a környezeti pusztítás. 331 ház már a kanadai cég tulajdona, ezeket táblákkal jelölik, míg 644 ház egyelőre még a falubelieké maradt. 2000. január 30-án történt az a nagy gátszakadás, nem is olyan messze ettől a Verespataktól, amikor a Szamosba nagy mennyiségű cián és különféle nehézfémek kerültek, és akkor bizony itt mi Magyarországon láttuk, hogy egy ilyen felelőtlen bányaművelés milyen környezeti katasztrófát eredményezhet. A kiállításon Kocsis Tibor új El Dorado című filmjével is megismerkedhettek a résztvevők. A több tucatnyi díjjal rendelkező alkotást február 8-áig előre egyeztetett időpontban csoportok is megtekinthetik. A kiállítás a film anyagából, festői szépségű fotóiból és dokumentumaiból állt össze. A tárlat országos turné keretében érkezett Gárdonyba. A következő állomás Székesfehérvár lesz. A napvilág végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!